Jó estét kívánok, kedves nézzünk a konkrét extra vendége Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy időszakított nagyon feszes programjával, és nagyon gyakran láthatjuk itt szerencsére Győrben. Nagyon sok az aktuális kérdés, kezdjük talán a legfontosabb, a nyakunkon a Covid-járvány negyedik hulláma. Mire számít a kormányzat, és mi milyen, milyen emberek, mire számíthatunk? Ezt is köszönöm szépen. a. Meghívást. Törlök, hogy itt lehetek újra. Valóban nem nem könnyű időszak előtt állunk a világjárvány tekintetében, hiszen a negyedik hullám gyakorlatilag megérkezett a világba. Nyilvánvalóan az egyes országokat annak megfelelően éri el, ahogy, ahogy a védekezés sikere azt diktálja. Itt mi magyarok sikeresen védekeztünk, ezért a magyarországi hatása a negyedik hullámnak egyelőre jóval enyhébb, mint más országokban. Ja, az a tény, hogy a lakosság kétharmada be van oltva, az nagy segítséget jelent. És az, hogy mekkora károkat fog okozni ez a negyedik hullám, hogy kell, és ha igen, akkor milyen korlátozó intézkedés kell bevezetni, az kizárólag azon múlik, hogy az eddig beoltatlanok milyen arányban változtatják meg az álláspontjukat. És az eddig beoltatlanak közül hányan veszik fel az oltást? Semmi máson nem múlik. Az a 5,8 millió ember, aki megkapta az oltást, már védett. Tehát rájuk ez a hullám jóval kisebb, sokkal-sokkal kisebb kockázatot jelent, mint azokra, akik nem oltatták be magukat. Minél többen beoltatják magukat, annál kisebb lesz a kár, annál kisebb lesz a baj, annál kevesebb korlátozó intézkedést kell meghozni. Statisztikailag mennyi esély van arra, hiszen a kormányzat folytatja azt a kampányt, hogy fontos az oltás, hogy az a 40 százalék, mert körülbelül ennyi emberről beszélünk, még, még, megváltoztassa a véleményét. El lehet mozdítani az ő álláspontjukat, hiszen ők azért már nagyon konkrétan kijelentik, hogy már pedig oltás az, az, az nem. Hát nézze, oltóanyag van, mint egy 8 millió. Tehát Bőven van anyag, hogy beoltsuk az embereket. Az oltás ingyen van. Ha ma valaki regisztrál, mondjuk jövő hét elején megkapja az oltást. Tehát gyors, olcsó, egyszerű. Ráadásul én annál nagyobb ösztönzőt, mint hogy ez megvédi az adott ember életét, nem tudok. Tehát eh, azt hiszem, hogy világosan, egyenesen beszéltünk, minden intézkedést meghoztunk ahhoz, hogy aki be akarja oltatni magát, az be tudja eh, oltatni magát. Innentől kezdve tényleg mindenkinek a saját belátásán eh, múlik. Sajnos, eh, sajnos az oltás ellenes eh, hangoknak van egy ilyen hatása, hogy elbizonytalanodtak, eh, elbizonytalanodott az emberek egy része. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden egyes kár, ne adja Isten haláleset, az azoknak a lelkén szárod, akik lebeszélték az embereket az oltásról. De az egészségünk a legfontosabb, de hát a gazdasági hatások is hatalmas károkat okoznak, sőt mentálisan, áttételesen az emberekben feszültséget generálnak. Ön akár ezt a térséget és Magyarországot hogy látja, most még nem mondhatjuk ki, hogy COVID után, hiszen sajnos a, a negyedik hullám előttünk áll, de, de azért három hullámmal már túl vagyunk. Igen, és szerintem ma már mindenki látja, hogy micsoda előnyökkel járt az, hogy mi oltottunk a leggyorsabban. Tehát körülbelül egy olyan két hónapos előnyt tudtunk összegyűjteni Európa többi részével szemben, azáltal, hogy a keletről vásárolt oltóanyagokat is bevetettük, tehát miután a magyar szakemberek azt mondták, hogy rendben van a Sputnik, rendben van a Sinopharm, jók, hatásosak, hatékonyak, azután ezeket el is kezdtük használni, és ennek nyomán mindenkinél korábban tudtuk feloldani a korlátozó intézkedéseket, és mindenkinél korábban tudtuk újranyitni a gazdaságunkat. Ez látszik a számokból is, 18%-os növekedés a második negyedében. Soha annyian nem dolgoztak Magyarországon a rendszerváltoztatás óta, mint most, a világgazdaság fekete évét követően. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy Magyarország megtett mindent annak érdekében, hogy, hogy ez a negyedik hullám a lehető legkisebb hatással járjon. Természetes, hogy elkövetünk mindent annak érdekében, hogy az emberek től a normális életet már ne lehessen elvenni még egyszer. Covid után külpolitika, Európai Unió, Magyarország és Európai Unió kapcsolata. Ez a következő hónapokban hogy látja, hogyan alakult? Tudjuk azokat a hangokat, azokat a támadásokat, amelyek Magyarországot is érték, és tudjuk a, a külügyminisztérium és a magyar kormány álláspontját. Hogyan összegezhetjük? Hát nézze, a, mi erős Európai Unióban vagyunk érdekeltek, ez nem is kérdés. Hát ha valaki, akkor mi győriek pontosan tudjuk, hogy a, a, magyar gazdaság a nemzetközi gazdaságban milyen mélyen integrálódott. Itt van az Audi a teljes beszállító hátországával, pontosan tudjuk, hogy a magyar az egy exportorientált gazdaság, és ennek az exportnak mint egy háromnegyede Kicsit több, mint háromnegyed az Európai Unió tagországaiba irányult. Tehát nekünk érdekünk, hogy az Európai Unió erős legyen. És pont ezért is vitázunk a többiekkel, mert úgy látjuk, hogy, hogy azok az irányvonalak, amik most vannak az Európai Unióban, vagy az erősebb európai tagállamokban, azok az Európai Unió gyengítése irányában mutatnak. Tehát mi nem gondoljuk azt, hogy egy Európai Egyesült Államokról szóló koncepció az helyes lenne. Mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen koncepció gyengíti az Európai Uniót. Mi azt gondoljuk, hogy az Európai Unió akkor tud erős lenni, ha maguk a tagországok, a tagállamok erősek. Erős Magyarország, erős Európai Unió, de hát azt látni kell, hogy, hogy ebben a vitában most mi a kisebbséghez tartozó álláspontot képviseljük. Alapvetően ez az álláspont a közép-európai kisebb méretű tagországoknak az álláspontja. Bár Lengyelország a nagyobbak közé tartozik, tehát mondjuk, hogy ugye az közép-európai országoknak az álláspontja. És eh, nyilvánvalóan az, a, ebben a témában a jövőben is komoly viták fognak zajlani, és mi ezekben a vitákban nem leszünk restek részt venni. Tehát azt nem soha nem fogjuk elfogadni, hogy mi tőlünk a vitában való részvétel jogát, magát a vitázás jogát elvegyék, mert eh, mert az nagyon antidemokratikus lenne. Tehát pontosan azok, akik rajtunk a demokráciát kérik számon, azok próbálják meg ellehetetleníteni egy a mainstream-től különböző álláspontnak a folyamatos megjelenését. Dehát, Nézem, az Európai Unió olyan, olyan kihívásokkal szembesül most, amely kihívások szerintem természetessé teszik azt a jelenséget, hogy itt most vannak viták a jövőt illetően. Úgyha azt nézzük, akkor egyértelmű az önök álláspontja is, mégis ugye az ellenzék miatt akár az is felmerül, hogy Magyarország az Unióban vagy nem. Ezek alapján, amit elmondott, egyértelműen Magyarország az Európai Unióban folytatja. Természetesen, ez, ez nem is kérdés. Tehát nyilvánvaló, hogy Magyarországnak a helye az Európai Unióban van, ugyanakkor azt is nyilvánvalóan tartom, hogy az Európai Uniónak komoly változásokon kell keresztül mennie, annak érdekében, hogy újra a világpolitikában, meg a világgazdaságban meghatározó tény legyen, mire, vagy tényező legyen. Mire. a számok nem hazudnak. 20 éve, 2000-ben az Európai Unió részesedése a világ GDP-jéből 21% volt, most 18. Kínáé 20 éve 4 volt, most 18. Tehát ők jöttek föl 14-et, mi mentünk le 3-at, úgy, hogy egyébként 2000-hez képest jelentős bővítések történtek, tehát nagyobb az Európa Unió több országnak kisebb a részesedése, és miközben 18% a részesedésünk a világ gdp ből a világ szociális jóléti kiadásainak 27%-át itt fizetik ki Európában. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy fenntarthatatlan állapot, ez folyamatos versenyképesség romláshoz fog vezetni, tehát kell egy, egy nagy gazdaságpolitikai fordulat, egy gazdaságpolitikai reform az EU-ban, ami, ami, meg tudja fordítani ezt a negatív tendenciát. Kereti nyitás, ez szintén a gazdasághoz kapcsolódik, hiszen Kínával, Oroszországgal a gazdasági kapcsolatok az elmúlt években folyamatosan erősödtek. Igen, hát a keleti nyitásnak van egy gazdasági és van egy egészségügyi haszna is. A gazdasági haszna az az, hogy kb. 25%-kal nőtt az exportunk keleti irányba az elmúlt 10 esztendőben. A legnagyobb beruházóink most már a keleti országok, tehát Kínából, Koreából, Japánból hatalmas mennyiségű beruházás érkezik. Magyarország, ugye 2019 volt az első év, hogy a legtöbb beruházás egy keleti országból jött, egy Koreából, nem, nem nyugatról. E, és van egy nagy egészségügyi haszna is, ez pedig az, hogyha ha nem indítottuk volna a keleti nyitást, hogyha nem tettünk volna bele egy csomó energiát, hogy normális, kiegyensúlyozott legyen a kapcsolatunk a, a tőlünk keletre eső világgal, akkor világosan beszéljünk, nem tudtunk volna venni sem Sputnikot, sem Sinopharmot. Tehát egészen egyszerűen ezek a személyes kapcsolatok, ez a korrekt együttműködés kellett ahhoz, hogy a világon gyakorlatilag az első között, az orosz oltóanyag esetben elsőként kaphattunk orosz és kínai oltóanyagot is, és ennek köszönhetően mintegy 2,5 millió magyar embernek az életét sikerült időben megvédeni. Ugrunk megint, külpolitika még mindig, aktualitás, afgán helyzet. Ez most a legnagyobb baj szerintem. 20 év nemzetközi törekvései váltak pillanatok alatt teljes kudarcá. És ami a kudarc volt történik, az meg a hibák hibára halmozása. Tehát egészen egyszerűen nem értem, hogy hogy lehet az, hogy 2015-öt követően, miközben mindenki arról beszél, hogy ne ismétlődjön meg, minden egyes nagy európai, nyugat-európai ország olyan döntéseket hoz, amiket pontosan 2015-ben is meghoztak. Tehát ezek a nyilatkozatok, amelyek a, az afgánok eltávozásának lehetőségét követelik Afganisztánból, ezek semmi másról nem szólnak, mint ilyen biankó csekkek, arra nézve, és hogy ide lehet jönni nyugodtan. És hogy 2015-ben mindenki szír volt a határunkon, most mindenki afgán. És mindenki afgánnak vallja magát, mindenki az afganisztáni nehézségekre, a polgárháborúra, a tálibokra hivatkozik, és jönni akar Európába. És ha ez így lesz, akkor sok-sok százezer -sok illegális bevándorlóval kell majd itt szembesülnünk, és egy ilyen migrációs hullámnak most nem kizárólag gazdasági és kulturális kockázata lesz, vagy biztonsági kockázata, hanem nagyon komoly egészségügyi kockázata is. Ugye minél többen jönnek, mennek a világban, annál jobban terjed a vírus. És, és amikor ugye mi utazunk, akkor negatív PCR-tesztet kell az esetek többségében bemutatni. Hát én azért kétlem, hogy az illegális bevándorlási hullámokban részvevők közül a nagyon soknak lenne mondjuk két negatív pcr tesztje az elmúlt 72 órában. Itt ugye a kormányzat várhatóan hoz akkor döntéseket az afgánokkal kapcsolatban, hogyan tudunk segíteni, mert azért segíteni ugye az az álláspont, hogy szeretnénk, csak hát nem mindegy, hogy hogyan. Abszolút így van. Amint, amint világossá vált, hogy hatalmas kudarcot szenvedett a küldetés, és az amerikaiak elkezdenek kivonulni, akkor előkészítettük azt, hogy a velünk együttműködésben lévő, a mi katonáinkat ott Afganisztánban korábban segítő embereket hozzuk el, mert ők nyilvánvalóan amiatt kerülnek veszélybe, hogy velünk kapcsolatban voltak. Őket elhoztuk, itt vannak, és itt a mondat végén itt a pont. Tehát nem vagyunk hajlandóak az eddig elhozott afgánokon kívül bárkit is elhozni és ide befogadni, mert egész egyszerűen az a 2005-ös hibákhoz való visszatérést jelenteni európai szempontból. Mi magyarok világosá tettük, hogy ide az jöhet, akit mi akarunk, hogy ide jöjjön. És nem akarunk senkit Afganisztánból ide jöjjjenek. Most viszont mi a külpolitikai túránk után már érkeztünk Győrbe, hiszen Győrbe tett látogatást több helyen is, illetve két héttel ezelőtt dr. Rézsi Csaba Andrással is egyeztetett, és ő, tudom nagyon jó örül, hogy, hogy Győrre mindig nagyon odafigyel. Hogyan látja a győri helyzetet, a gazdaságunkat és a Győr fejlődését? Hát nézd, a, amikor a, arról beszéltünk, hogy a világjárványnak vannak gazdasági hatásai, és ezeket nem úgy kell egyens, kiegyensúlyozni, hogy segít adunk az embereknek, mert az csak elodázza a bajt, vagy inkább még növeli is, hanem beruházások támogatásával inkább elérjük azt, hogy ne bocsássák el az embereket, akkor szerintem Győr büszke lehet magára, mert jelenleg 30 olyan beruházás zajlik a városban, 30 olyan beruházás zajlik a kormány támogatásával, amelyeket a vállalatok azért hajtottak, illetve hajtanak végre, hogy a világjárvány dacára is megőrizzék a versenyképességüket, és ne kelljen elbocsátaniuk senkit. És ez a 30 beruházás, ez összesen 25 milliárd forintos értéket képvisel. 25 milliárd forintnyi beruházásról beszélünk. Ez a kormány adott 10 milliárd forintnyi támogatást, és egy olyan 7000 munkahelyet ezzel meg tudtunk védeni. Tehát ez óriási dolognak tartom, hogy Győr ilyen kiváló, kiválóan teljesít ebben a nehéz időszakban is. Ugye az Audi folyamatosan hozza beruházásait, a tevékenységét. Ma éppen azt ünnepeltük, hogy a, a fejlesztési központjuk az most már 20 éve van itt. Arról tájékoztatok engem, hogy további beruházási szándékaik voltak vannak. Elmentem a hullatég, hullatégégető céghez is, ahol egy félmilliárd forintos beruházást e, támogattunk annak érdekében, hogy a gazdasági növekedéssel párhuzamosan előálló hulladékokat is úgy tudják feldolgozni, hogy az a környezetet ne terhelje. Mi ugyanis úgy gondolkodunk, hogy a gazdaság fejlesztésének és a környezetvédelmének kéz a kézben kell járni egymással, mert ha valamelyik megelőzi túlságosan másokat, akkor az egész egyensúly elbillen, és az nem jó. Ugye 21 ilyen országon a világon, amelyik úgy tudta eddig növelni a gazdasági teljesítményét, hogy közben csökkentette a káros kibocsátását, és Magyarország ezen 21 ország egyike. Milyen trend és gazdasági tényező szerepelhet, ami győr életében befolyásoló tényező lehet? Hát nézze, nyilvánvalóan az autóipar forradalma az talán a legjobban befolyásolhatja a város jövőbeni gazdaságát, tekintettel arra, hogy az autóipar ma már elektromos alapra áll rá, és az a tény, hogy az Audi koncern szinten úgy döntött, hogy a hogy az elektromos motorok gyártását Magyarországra hozza, az a gyakorlat hosszú távra bebiztosította a győri gyárnak a működését. Mi szeretnénk, hogyha az elektromos autóiparhoz kötődő minél több Volkswagen, illetve Audi beruházás az itt győrben találna meg a helyet. Választások, mert hogy a választások is közelednek, ezt se hagyhatjuk ki, hiszen nagyon fontos téma a jövőben, ez már érezhető egyébként a kommunikációból is. Kora Ákos és Simon Robert Balázs a térség két országgyűlési képviselője. A kormányzat hogyan számít az ő munkájukra, mennyi, milyen változások lehetnek a a következő hónapokban. Zákos Ákos is meg a Robi is szerintem jól képviselte a körzetét, legalábbis a hozzám eljutó kérések száma és aztán azok teljesítési szintje az mindenképpen ezt igazolja. Tehát Győr jó kezekben van nem csak a polgármester úr miatt, hanem a város parlamenti képviselői miatt is. Tehát szerintem az Ákosnak és a Robinak is jó esélye van arra, hogy újra elnyerjék a győri polgárok meg a bizalmát. Azt lehet látni, mindig ezt mondják ugyan, hogy, hogy durva kampány lesz. Hát nézze el nincsen kétségünk, mert érdemes megnézni, hogy mi zajlik. Tehát a verekedés, folytófogás, ellenfél szimpatizánsainak földre szorítása, durva hang nem, ez már most, most látható. Nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ebben szerepet játszik az ellenzéki térfélen való veszekedés is, hiszen hiszen ők világosá tették, hogy az ideológiai különbségeket félretéve hat párt együtt indul a választáson. Most lehet látni, hogy ez nem könnyű, amikor a szélső meg a szélső jobb akar összefogni, azért ott vannak össze zördülések. Nézze, én azt tudom önnek mondani, hogy, hogy világosak az alternatívák. Tehát az elmúlt 11 esztendő az kifejezetten egy sikertörténet Magyarország számára. 1,7 millió adófizetővel kezdtünk, ma 4,7 millió ember dolgozik. Egy eladósult gazdaságot vettünk át, ma Európa egyik leggyorsabb növekedési ütemét mi produkáljuk. 10 év alatt 1 millió új munkája létre Magyarországon, évről évre megdőltek a beruházási rekordok, emelkedtek a, a, fizetések. Ehhez képest visszagondolunk, hogy mi volt a gyurcsány korszakban, hát akkor azt mondom, hogy zongorázni lehet a különbséget. E kettő között lehet választani, tehát én nagyon reménykedem abban, hogy az elmúlt 11 12 esztendő történet az elég meggyőző erő arra, hogy folytassuk. A sport mindig a végén van a híradónak általában, de tudom, hogy ezzel kezdhettünk volna nyugodtan. Labdar... Labdarugás, és azon belül is sajnos ebből is politikát csináltak. Nagyon sok embert felháborított, és nagyon sok embert megzavart, és nem is tudja hova tenni ugye az angol-magyar labdarúgó mérkőzést, úgy pontos, hogy magyar-angol kollégáim is voltak kint, és nem nagyon értik azt a dolgot, amit, amit a, az angol kormány ránk zúdított. Ön ezzel kapcsolatban a kettős mércét mondta. Az elmúlt időszakban annyiban történt változás, hogy a lengyel-angolon is volt egy kisebb-nagyobb barlát, tehát ott is a lengyel, lengyeleket betámadták az angolok. Hát nézzel, mindannyian járunk futballmeccsre szeretjük a sportágat, ezért szerintem fontos, hogy, fontos, hogy azt a lehető legtávolabb tartsuk az olyan politikai balhéktól, és világosan kell beszélni, talán ez a legjobb eszköz. De először is én azt gondolom, hogy, hogy, ha valakinek joga van térdeléssel kifejeznie valamilyen álláspontját, akkor az azzal egyet nem értőknek van joga fütyülni. Tehát ne csináljunk már úgy, mintha nem látunk volna futballmeccset, meg az angolok se csináljanak úgy, mintha a Premier League-ben csak angyalok járnának a mérkőzésekre. És pont az a... angol szurkolókkal a... hát, pont, pont, ők beszélnek, tehát a Premier League-ben nagyobb fügykoncert fogadja, fogadja, az ellenfelet a bemlegítése történő bevonuláskor, mint ahogyan ki lettek fütyülve az angol futbalisták, akár Varsóban, vagy a Lengyelországban, vagy, vagy, Budapesten. De még egyszer mondom, ha valakinek joga van térdeléssel kifejezni valamilyen álláspontját, akkor a másiknak, aki meg másként gondolkozik, joga van fütyülni ezzel kapcsolatban. Az első. A második, hogy nyilvánvalóan azon a rasszista megnyilvánulásokkal szemben fel kell lépni, ez nem is kérdés. Ugyanakkor rasszistának beállítani 70 ezer embert azért, mert voltak rasszista megnyilvánulások, az elfogadhatatlan. Nyilvánvalóan fel kell lépni az általánosítás ellen, és fel kell lépni a kettős mércével szemben is. Tehát, miközben az Európa-bajnokság döntőjén az angolok kifütyülték az olasz himnuszt, vagy belevilágítottak talán az elődöntőn, vagy előtte valamelyik mérkőzésen lézerrel az ellenfél kapusának a szemébe, kockáztatva az egészségügyi hát, esetleges károkozást is, akkor szerintem azért érdemes, vagy emlékezzünk vissza arra, amikor a Krajova Honvéd meccsen hangránátot, vagy mit dobtak a játékvezető mellé, aki összeesett, aztán mentővel kellett elvinni. Szóval, hogy azért ne tegyünk már úgy, ne tegyünk már úgy, mintha ami, ami Budapesten történik, az, az egyedi lenne. Tehát még egyszer mondom, a rasszista jelenségekkel szemben fel kell lépni, de 70 ezer ember rasszistának beállítani azért, mert voltak ilyen típusú megnyilvánulások, az elfogadhatatlan. Itt mondhatnánk, hogy Gulácsit megdobálták a franciák ugye a mérkőzés után, akár ezt is. Hát meg, Tehát meg... annyi minden van, abból nem lett világhír, Igen. ebből viszont, hogy kikerültünk Tehát a címoldalra. Az, hogy poharakat dobálnak be, arra azt tudom mondani, hogy a, az Európa-bajnokság azon budapesti mérkőzésein, ahol nem játszott magyar csapat, ott ugyanúgy az ellenfél szurkolói egymás játékosai poharakkal dobálták. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ha valami az egyik oldalon baj, akkor az legyen baj a másik oldalon is, mert ha ott nem baj, akkor az egész fellépés a hitelességét elveszíti. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, köszönöm. és hogy egy kicsit bővebben foglalkozhattunk ezekkel a témakörökkel. Önöknek és önnek az egész kormányzatnak jó munkát kívánok, sok energiát a következő hónapokban. Kedves nézők, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Ez volt a konkrét extra. Viszontlátásra! Együttműködő partnerünk a Gyűri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Együttműködő partnereink Kárló Benetti férfi divat, Miliánó divat Győr, Lachman originál, Aura szépségszalon, Rózsevenyú női divat.